Surprise, motherfucker! Üdvözlök mindenkit, itt Kitty, vissza is tértem egy újabb videóval. Régen volt már az a féle fajta videó, amikor mesélek kicsit, hogy mik történtek velem az utóbbi időkben. Sokaknak szívszorító volt az előző hétvége, ugyanis nem nagyon jelentkeztem videóval. Ez alatt azt értem, hogy egyáltalán semmi hangulatom nem volt arra, hogy én most videót feltöltsek a csatornámra. Lehet most engem itt lustázni, meg nem törődömnek nevezni, viszont nem igazán van a lustasághoz és a nem törődömséghez ennek köze. Tulajdonképpen egyszerűen csak annyira összegyűltek így a dolgok, a stressz az iskola miatt, meg a YouTube miatt is, hogy így ez a kettő eléggé hatott rám, és nem voltam olyan hangulatban, hogy én most publikáljak valamit. Azaz volt egy videó, amit szerettem volna feltenni, de azt is csak azért csináltam meg azon a hétvégén, nem azért, mert kedvem volt, hanem ugye megszokott volt, hogy Kitty hétvégén, mivel nincsenek barátai, videókat csinál. Viszont most megújult erővel és rövidebb hajjal jelentkezem a Storytime következő részével. Mindenkinek azt mondom, fodrásznál voltam, de amúgy tegnap csak verekedésbe keveredtem, és hát rövidre tépték a hajamat. Most eléggé vegyes dolgokat hoztam, mert ugye az eddigi Storytime videóimnak megvolt a kis témája, tehát ugye suli, buszozás, koli, az iszlám vallás, stb. Viszont most ilyen vegyesek a dolgok, hát ugye mert izgalmas életet élek én. Ugye bár rengeteg barátom van, ezt nem is kell mondanom, ugye hát anyukám, mama, apa, papa. Kezdjük szerintem a legfrissebb élményemmel. Ugye a koliban van ez a dolog, hogy be lehet fizetni évelején színház bérletre, és a tanév során ezzel a bérlettel akkor ugye a kolival megyünk olykor-olykor minden hónap a színházba. Ez így volt ez csütörtökön is, ugye elkerülhetetlen, hogy valaki mögé vagy elé ülj. De ugye az előadás előtt a teremben, hát nem is kell mondanom, hatalmas volt a ricsaj, tehát ugye mindenki beszélgetett, mindenki nevetett valamint. Timivel meg velem is ez történt, ugye felkacagtunk valamint, mert hát az emberek szoktak nevetni. És az előttünk ülő két hölgy tulajdonképpen nem túl kedvesen hozzánk szólt. Bocsánat, lányok, de szeretnénk beszélgetni. Most biztos gondolod, hogy wow, hát ahogy Kittit ismerem, jól megmondta neki a magáét, és leszámolt azzal a néni veled Skander keretében. Ugye biztos mondta volna valaki neki, hogy hát elnézést, de hát mint tetszik hallani, az egész teremben rohadt nagy a zaj, és mindenki beszélget, mindenki nevetgél, nem csak mi kacaráztunk fel, és azért nem tud magácska beszélgetni a barátnőjével. Tulajdonképpen köpni nyelni nem tudtam, ezért csak bocsánatot kértem, és hagytam. Tehát, what? Az egész teremben rohadt nagy volt a zaj, és szerintem nem mi voltunk az okai annak, és a kis nevetgélésünk, hogy ők éppen nem bírták megvitatni, hogy tegnap a szomszéd Jutka néni már megint hajnal 4-kor vágta le a disznót. Értem, ők előkelő hölgyek, ugye, akik már a 70-es éveikben járnak, és ők már megengedhetik maguknak, hogy a kis fiatal ficsúroknak beszólogatnak azért, mert kus legyen már, hogyha nem hallják egymást a mi kis nevetgéléseinktől, akkor miért nem beszéltek hangosan? Tehát ahogy én láttam, egymás fülébe sugdulóztak, mintha már elkezdődött volna az előadás. Tehát még közelébe sem voltunk annak, hogy elkezdődik a színdarab, amikor még ők ott sutyorogtak konkrétan. Oké, megértem, hát nem lehet akármilyen hangosan beszélni, mert kiesik a protkó, de azért akkor csavarj fel egy kicsit a hangerőn, és akkor nem kell a mögötted ülőnek beszólogatni, ugye? Hogy ne nevetgéljen. Hogyha pedig ennyire zavarta az zaj, akkor miért nem ment ki a színpadra, és kért volna meg mindenkit, hogy hát kus legyen már, mert mi éppen megvitatjuk, hogy mennyi volt a nyugdíj. Minden tiszteletem az öregek felé, viszont az ilyesfajta nénikéktől egyszerűen kiver a víz. Tehát a színdarab közben nem gondoltam arra, hogy szívesen a rágót a nyakukba vagy a hajukba köpném, tehát ott csokikázgattak. Emlékszem, a színdarab közben én vagy Timi valamint felnevettem, hogy tényleg valami dolog az elején viccesre fordult, és akkor az egyikük hátra nézett, ugye, ugyanúgy, mint mikor ránk szólt. Oké, szerintem felejtsük el az időseket, és inkább ugorjunk át egy olyan kis történetre, amikor én és egyik osztálytársam a Dobó téren ott üldögéltünk, ettük a túrórudit, nem tudom miért tettünk túrórudit, és arra sétált egy fiatal hölgy a kutyájával. Oda jött hozzánk amúgy a kutyus, és hát nem bírtuk megállni, hogy mondjuk, jaj, de édes kicsike kutyus, mi a neve? Amikor a gazdája odaszólt hozzánk, hogy thank you.
tudok minimálisan angolul, hogy el tudjak társulni valakivel, viszont ilyen helyzetben hirtelen alig tudtam, hogy mit mondjam. Nagyon-nagyon régi álmom válna már egyszer valóra, amikor tényleg egy amerikaival, vagy egy angol anyanyelvűvel elbeszélgethetnék angolul. Ugye? Hát itt volt a csodálatos lehetőség, Kitty, gyerünk, beszélgess angolul! It's a beautiful dog. I mean, oh my god, she's so cute. What's her name? It was at this moment that he knew. He fucked up. Már nem emlékszem, hogy mi volt a kutya neve, de emlékszem, hogy megmondta. Tehát a nő tovább ment, én pedig hirtelen nem tudtam, hogy köszönjek el. Okay. Bye. Mondjuk akkor jobban beparáztam volna, hogyha elkezdte volna nekem ott nyomatni az Allahu Akbaros szöveget, és felrobbant volna a kiskutya. Ilyen helyzetekben, amikor tényleg gyorsan kéne válaszolnod valamit, persze angolul, valakinek, aki nem érti a magyart, akkor az ember be tud pánikolni. Baszki, most mit, akkor hogy van? És az eddig tanult angol tudásod, az hirtelen így elmen nyaralni. Most pedig emberek, elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor felolvasok nektek egy levelet. Ó, Istenem, de nem is akármilyen levelet. Elolvasom nektek a levelet, amiben megkérték a kezem. Igen, bizony, férjes asszony leszek, ugye, hál' ennek a levélnek, amit Ne is húzzuk tovább a szót, el kell, hogy olvassam nektek. Szia! Napok óta nem tudok másra gondolni, csak rád. A videód által olyan érzelem alakult ki bennem, amit nem tudok szavakba önteni. Édesanyukámnak is elmeséltem, hogy ez szerelem, és hogy el szeretnélek venni feleségül, anya áldását adta ránk. Már csak apukádat szeretném megkérdezni, tehát anyukám nem is számít. És azért írok, hogy az elérhetőségeit elkérjem tőled, mert a feleségem leszel. Azaz, bocsánat, a felkiáltójel van. A feleségem leszel! Egy ilyenre nem lehet nemet mondani, annyira szívből kérte meg a kezem, és látszik, hogy ő tényleg tiszta szívből szeret. Erre senki nem mondana nevet! És másnap el kell, hogy mondjam, tehát reggel 5 órakor írt ismételten nekem a Don Juan, hogy összetorod a szívemet, ne csináld ezt velem. Elbizonytalanodó smiley. Nem tudom aludni esténként, csak te jársz a fejemben. Szegény biztos elfelejtett írni, annyira szeret. És azt várom, mikor leszünk már együtt. Smiley, aminek a szeme helyén szív van. Elszökök mi, Júlia? Vagy ő egyáltalán elszökött? Én elszökök! Ugye az előző storytime-ben már mondtam pár buszozós sztorit, viszont van egy, ami a legérdekesebb mind közül. Ugye Egerben megérkeztem a busz megállóba, nagyon happy minden, és egy előbbi busszal jöttem, mint Timi. Tehát ugye megvártam őt a busz megállóba, amíg beért a busza, és hát addig ugye ott leültem a padra, telefonozgattam, stb. Nem szeretnék rasszistán fogalmazni. Egy román származású fiatal ember felém közeledett. Tulajdonképpen nem is tudtam, hogy akkor mit kéne csinálnom, tehát felpattadnom és elszaladnom, ez elég durva lett volna, vagy tehát én ott ültem és a szemeimmel diktatúrát sugároztam felé, hogy vegye a lapot. Közeledett, tehát nem volt túl józan állapotban, a szemeimmel akartam meggyilkolni, a vénáit el akartam vágni a tekintetemmel, tehát konkrétan meg akarta simogatni a fejem. Tehát nyúlt így a fejem felé, hogy ő majd ott megsimogat, Kitty pedig mint egy jó kungfu arcos. Takarodjál innen el. Ain't nobody's gonna pick my head, bitch. Szerintem mielőtt jött felém, hogy ötféle módot kieszeltem arra, hogy hogyan fogom kibuktatni, aztán elfutok, vagy megölöm, vagy kiveszem a szerveit, és eladom, persze, mert semmi nem visz kárba. Itt vége is lenne a jelenlegi storytime videónak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett. Ha igen, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Hamarosan jövök a következő videóval, addig is. Legyen nagyon szép napotok, és sziasztok! Allahu Akbar!